Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Március 15. Összefogásban az erő. Koszorúzás és zenés műsor. A Kossuth szobornál tartották a rendezvényt Dombóváron. Március 15-e. Megemlékeztek a forradalom és szabadságharc hőseiről a Völcsék fővárosában. Különleges témaválasztás. A tolnai diákok a március 16-ai eseményeket mutatták be. Megtelt a Béla tér a szekszárdi március 15-ei megemlékezésem. Az eseményen beszédet mondott Gyurkovics János, a város alpolgármestere, valamint ünnepi műsort adtak a Garai iskola diákjai is. Gyurkovics János beszédében kitért arra is, hogy a forradalom szelében a szekszárdi pártok képviselői minden nézeteltérésüket félretolvást, a várható pozitív eredményekben bízva összefogtak, hiszen a cél közös volt. Egykori polgármesterünk, Vitéz Vendel István így fogalmazta meg, a forradalom korának két vezető magyar politikusa közti különbséget. Széchenyi gazdaggá és művelté akartá tenni a nemzetét, mielőtt politikai jogokkal ruházta volna fel, Kossuth politikai jogokat követelt a magyar nép számára, hogy az művelődhessék és gazdagodhassék. Látható, hogy mindketten egyet akartak teát. Az alpolgármester fontosnak tartotta, hogy a helyi eseményekre fókuszáljon, hiszen az ember hajlamos elfeledni, hogy nem csak Petőfiék játszottak kulcsszerepet a forradalom és szabadságharcban. 48-ban, 49-ben olyan társadalmi igény jelentkezett a város lakossága részéről is, hogyha itt a Béla téren körülnézünk, rengeteg épület abban az időben épült meg, és természetesen a szellemiséget se lehet kihagyni, ami a 48-49-et jellemezte. Érett ez a helyzet már az azt megelőző években, de 48-ban lángra lobbant az a eszme, és az az elvárás, ami azt az időszakot jellemezte, de hát sajnos a végkifejletet azt ismerjük, de a múltból építkezve a jelenbe és a jövőbe tekintünk. A szekszárdi Garai János általános iskola tanulóinak színvonalas műsora és az Aliszka Brass Band profi zenéje igazán élménygazdaggá tette a rendezvényt. Régi és szép hagyomány a városunknak, hogy nemzeti ünnepeinken és a városi ünneplapokon a város iskolái intézményei adják az ünnepi műsort. Én azt gondolom, aki ma szem- és fültanúja lehetett itt a Béla Király téren a megemlékezés során a Garai János általános iskola műsorának, az egy olyan fantasztikus produkciót láthatott, amely azt gondolom, hogy az ország bármelyik helyén a legnagyobb állami ünnepségeken is megállta volna a helyét. Március 15-e a Nemzeti Összetartozás napja, ilyenkor az ember bármiféle szubjektív identitás nélkülözve egyszerűen csak magyarnak érezheti magát. Színvonalas ünnepi műsort tartottak Dombóváron a Kossuth szoborcsoportnál. Beszédet mondott Pintér Szilárd, a település polgármestere, és Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Nemzeti színű zászlót kaptak a gyülekezők Dombóváron a március 15-i ünnepségen. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kezdte a beszédek sorát, amelyben kihangsúlyozta, fontos, hogy a hosszú hétvégén alkalmat szánjunk a megemlékezésre. A figura ökölbe szorított balja energiát sugároz, a magvető jobb pedig kifejezően szemlélteti azt az eszmét, amivel a nagy államférfi lángra lobbantotta a lelkekben szúnyadó vágyat a szabadság iránt. Az eseményen az Eszterházi Miklós Technikum diákjai adtak élő zenés műsort. Elcsúszunk, hogy rabok, tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Pintér Szilárd, a város polgármestere a szabadság kivívásának nehézségeiről beszélt. A szabadságot soha nem osztogatták, soha nem adták innen. Az az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének összefogása teremtette meg. A forradalmárok jól tudták, hogy erejük megsokszorozódik, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Az ünnepséget a Kossuth szobornál koszorúzási ceremóniával zárták.
Bonyhád a Percelek városa így március 15-én az 1848-49-es szabadságharc honvédtábornokáról, Percel Mórról is megemlékeztek az ünnepségem. A magyar istenére esküszünk, hogy rabok tovább. A település polgármestere Filóné Ferenc Ibolya köszöntőjében elmondta, március 15-ének szellemisége, ereje és a pesti ifjak szabadságba vetett hite erőt és bátorítást ad valamennyiünk számára. A mai nap több szempontból is jeles ünnep számunkra. Nem csak azért, mert 1848. március 15-én az európai forradalmi hullám részeként Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom, hanem azért is, mert éppen 10 évvel ezelőtt fűztük szorosabbra kapcsolatunkat Borszékkal, testvértelepülési szerződés aláírásával. A dokumentum csupán egy jelkép, egy eszköz, amely azt hivatott kifejezni, amit a lelkünk mélyen, szívünkből érzünk. A két település együttműködése 10 éves múltra tekint vissza. Az eseményen a szoros kötelék szimbólumaként erősítették meg a szerződést. Örülök, hogy a hivatalos programok mellett mindig tudunk kötetlenül, jó hangulatban szót váltani egymással, hogy ott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol abba hagytuk. Hiszem, hogy ettől és egymás kölcsönös tiszteletétől, megbecsülésétől lesz élő és jól működő egy testvérvárosi kapcsolat. Mik József felhívta a figyelmet az egység, valamint az összetartozás fontosságára. Büszkén említem meg Bonyhád és Borszék testvérvárosi kapcsolatát, amely, mint tudjuk, hogy az idén ünnepli 10. évfordulóját. Potápi Árpád János polgármesteri mandátuma alatt életre kelt, majd Filóné Ferenc Ibolya polgármester asszony által folytatott kapcsolat példa arra, hogy nemzetek, városok és emberek közötti szoros kapcsolatok segíthetik az egység és a szolidaritás erősítését. Az ilyen barátságok a múlt tapasztalatairól meríthetnek erőt, és lehetőséget teremtenek arra, hogy együttműködve építsünk egy jobb jövőt. A hagyományoknak megfelelően Tóth Márien, Tartóskád polgármestere megtartotta ünnepi beszédét. A központi mondat mellett minden évben visszatekintünk az események sorára. A nyomda elfoglalására, a 12 pont mondatainak fontosságára, a nemzeti dal összetartó erejére, Táncsics kiszabadítására, a Bánk-Bán díszelőadására, a Bakák hősi tetteire, Percel Mór hadi tevékenységére. Nem volt televízió, rádió, mobiltelefon és Facebook sem, ahol élőben közvetítették volna az eseményeket. Mégis 24 óra alatt futótűzként terjedt a forradalom híre. Kihangsúlyozta, a nemzet összetartozásának tudata 1848 óta a legnagyobb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. A nemzeti ünnep alkalmával adták át a Percel díjat a több évtizedes munkája elismeréseként a belgyógyász és főorvosnak, dr. Bősze Tibornak. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy idén nekem ítélték a Percel díjat. Bonyhád a Percelek városa. Ezért valódi bonyhádiként, tőzsgyökeres bonyhádiként ez a díj nagyon sokat jelent nekem. Amikor polgármesterasszony felhívott, tényleg nehezen jutottam szóhoz, de utána megnéztem a város honlapját, és megnéztem, hogy kik részesültek már ebben a díjban, és akkor még büszkébb lettem, és még jobban örültem, jó ebbe a csapatba tartozni. Az ünnepi műsor végeztével a megjelentek a Rádi József Huszár Bandérium, valamint az 52. Sorgyalog Ezred Hagyományőrző Egyesület tagjainak kíséretével vonultak a Kálvária dombhoz, ahol elhelyezték koszorúikat Percel Mór honvédtábornok sírjánál. A Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziummal együttműködve közös műsorral készült március 15-e alkalmából. Az előadás rendhagyó módon a március 16-ai napot mutatta be. Egy boríték a Pilvaszba címezve. Nem olvasta Pilvasz Károly Kávéhez tulajdonos hirdetését? A Tolnai Városi Ünnepségen Appelszófer Ágnes, a település polgármestere azt mondta, minden generáció lehetőséget kap arra, hogy a márciusi hősök nyomdokaiba lépjen. A kezünkben van a lehetőség, hogy mi is 1848 örökösei legyünk. 1848. március 15-e a fiatalok győzelme volt. Ők voltak akkor is, ma is a nemzeti jövő zálogai. Tették azt, amit feladatul vállaltak, célul tűztek ki, s jól cselekedtek.
nem futamodtak meg az akkori, sokkal keményebb körülmények között sem. A műsort Dudai Gabriella és Neider Zsuzsanna a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanárai készítették. Olyan színdarabot állítottak össze, amely eltér a szokásostól, hiszen a március 15-i események másnapját mutatja be. Amikor az utcaseprők mindenféle relikviákat találnak az előző napról, és az utca népe, ahogy kommunikál ezek alapján az utcaseprőkkel, végül is megelevenedik az előző nap minden eseménye, minden fontos eseménye. Megpróbáltuk megnézni a kulturális eseményeket, és a történelmi hűséghez próbáltunk ragaszkodni. Neider Zsuzsanna fontosnak tartja, hogy a tanulók minden egyes évben átérezzék ennek a napnak a jelentőségét. Nagyon sok olyan történelmi emlékkel dúsítottuk a műsort, majd a kivetítőn lehet látni, amik kortárs feljegyzések, fotók és grafikákat tartalmaz majd a videóvetítés. Hát a nemzeti öntudatunk része, úgyhogy muszáj, hogy megismerik a gyerekek és beépüljön később. És majd, hogyha ma ők is szülőként jönnek el megnézni a gyermekeiket, akkor ők is ugyanígy átérezhessék a nap örömeit. A diákok hosszú ideig készültek a műsorra, azonban a befektetett munka meghozta a gyümölcsét. Nagyon jól össze tudtunk kapcsolódni így a szereplőkkel. Nagyon örülök, hogy másik osztályokkal tudtam együtt dolgozni, mert így nagyon összehozott minket az évfolyamokkal, és nagyon várom, hogy már legyen következő alkalom. A műsort követően a megjelentek koszorúkat helyeztek el közösen a Tolnai Szent István Parkban. A március 15-i ünnepen emlékezzünk a hősökre, akik egzisztenciájukat és életüket áldozták a haza függetlenségért és szabadságáért, mondta beszédében Bordács József, Fadnagyközség polgármestere. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házás annak, belegérni visszavár. A Faddi Gárdonyi Géza általános iskola 33 tanulója adta elő a Nemzeti Megemlékezés műsorát. Hagyomány szerint az önkormányzattal együttműködésben a mi iskolánk adja minden évben ezt az ünnepi műsort. Munkaterv szerint mindig az 5. osztályosaink készülnek erre az ünnepélyes alkalomra. Mind a két osztályunk részt vesz benne. Az osztályfőnökök nagy szeretettel és lendülettel készítik fel a gyerekeket erre az alkalomra. Előtte történelem órán természetesen a gyerekek megismerkednek, illetve átismétlik ezeket az eseményeket, hiszen 4. osztályban ez tananyag már, de ilyenkor felelevintik az osztályfőnökökkel, a történelem szakos kollégával, és annak alapján összeállítják az ünnepi műsort. Kalni ember, ki most a kell? Kalni ember, kinek drágább rongy életek, mint a haza becsülete? Bordács József, Fad nagyközség polgármestere köszöntötte a faddi és a dombori lakosokat az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen. A vár eleje nem a falakban rejtezik, hanem a védők lelkében. Mondta Dobó István több száz évvel korábban. Igen. 1848-ban is a magyar katonák szívéből és lelkéből áradó gazdaszeretet adta azt az erőt, ami a kisebb létszám és a rosszabb katonai technika ellenére is sikerült fejlődni. Tisztelt ünnepünk! Az 1848-as év fordulópont volt a magyar nemzet történelmében. Egyfajta határvonal a múlt és a jövő között. Magyarország történetének egyik legmeghatározóbb eseményére emlékeztek, amely nemzeti identitásunk egyik alapköve. A Faddi Béri Balog Ádám Művelődési Ház és Könyvtár mai közönsége egy igazán méltó és szívhez szóló rendezvényről térhetett haza. Nagymányokon a Közművelődési Központban a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műsorával ünnepeltek. Az intézmény ötletes színdarabbal tette egyedivé a megemlékezést. Itt fogadta a szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, és itt volt mindig. Keszthelyi Zsolt, az intézmény történelem szakos tanára beszélt az előadásról, amit az iskola kórusának éneke színesített. Ez egy olyan darab, amit a magyar szakos kollégám kimondottan ennek a korosztálynak írt. Igazából ez róluk szól, és összeköti azokkal a 176 évvel ezelőtti eseményekkel,
ami mind a mai napig fontos számukra, hiszen ezek nem történtek volna meg, akkor mindaz, ami jelenti ma a polgári államunkat, a mai nemzeti öntudatunkat, akkor ezek nem lennének. A pedagógus inspiráló beszédet tartott a műsort megelőzően. A forradalom, majd a szabadságharc teremtette meg azt a modern polgári nemzeti eszmét, melynek része lett minden magyar. Származástól függetlenül nemes és egykori jobbágy, gazdag és szegény, magyar és az ország nemzetiségei. A darab játékos formában közérthető módon próbálta megszólítani a diákokat, a mai fiatal korosztályt. Most, hogy Fricék megint elvették Katitól a 10 órait a nagyszerepben, megálmodta egy csapatot szervez és legyőzi a német szakörös bandát. A megemlékezés rámutatott, hogy a békéről, szabadságról és egyetértésről alkotott eszmék 176 év távlatából sem koptak meg. Tekintsék meg Baranya és Somogy vármegye híreit! Ünnepi szenátusi ülést tartottak március 15-e alkalmából. Kitüntetéseket, címeket adtak át az eseményen. Flashmob, óriás kokárda a Noszlopi udvarán. Ünnepi szenátusi ülést tartottak március 15-e alkalmából a Pécsi Tudományegyetemen. Az esemény során kitüntetéseket és címeket adtak át doktor, habilitált doktor és díszdoktor kategóriában. A Pécsi Tudományegyetem március 14-én tartotta a március 15-i megemlékezéssel egybekötött díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését a Halasi Nagy József aulában. Professzor dr. Miseta Attila ünnepi beszédében emlékeztetett az 1848-as forradalom és szabadságharc történelmi eseményeire, hőseire. A rektor még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet. Nagyon gyakran ilyenkor accelerálódik a fejlődés. Nem csupán társadalmi változások, hanem egyfajta irodalmi, de néha akár a technikai tudományok területére is kiterjedő forradalom indul meg, és persze az is mindjárt számára jól ismert, hogy az egyetemi ifjúság, az egyetemek oktatói minden esetben, amikor ez már egyáltalán történelmi okok miatt lehetséges volt, nagyon fontos, kiemelkedő szerepet játszottak. Most jóval szerencsésebb helyzetben vagyunk, bár nehézségek, problémák most is adódnak, tette hozzá a rektor. Hogyha visszatekintünk a egyetem fennállásának 100 éves kontinuális történetére, mindig voltak kihívások. Voltak társadalmi kihívások, voltak változások, voltak külső kihívások, voltak olyan kihívások, amire nem tehetünk, lásd Covid, és a gazdasági kihívások is nagyon gyakorlják. Ugyanakkor meg kell mondjam azt, hogy az egyetem sok tekintetben most százéves történetének egyik legjobb helyzetében van. Anyagilag biztosan. Az szintén biztos, hogy mi magyarok egy rendkívül kritikus nép vagyunk, és nem feltétlenül keressük a konstruktív megoldásokat, de mindezzel együtt azok a változások, amik az elmúlt évtizedben megkövetkeztek az egyetemen, egyfajta infrastruktúrális és technikai megújulás mellett az oktatás finanszírozásának a javulását is eredményezték. A kihívás most az, hogy ezekkel a lehetőségekkel legjobban tudjunk élni, hangsúlyozta a professzor. Ha legjobban élni akkor tudunk, hogyha ti is segítetek, az oktatók, a kutatók, bár én nem szívesen választom ezt a két kategóriát külön, hiszen egy egyetemen az oktatás és a kutatás az kéz a kézben kell, hogy járjanak, ugyanakkor nem is szeretem uniformizálni, hiszen vannak olyan kollégák és kollégák, akik kiemelkedően tehetségesek az egyikben, de nem annyira a másikban. Az a fontos, hogy intézményi, intézeti, szakképzési szinten ezek a kompetenciák kiegészítsék egymást. Az ünnepi eseményen kitüntetéseket és címeket adtak át doktor, habilitált doktor és díszdoktor kategóriában.
Rendhagyó flashmobbal emlékeztek meg a Noszlapi Gáspár közgazdasági technikum diákjai és tanárai az 1848-49-es forradalmi szabadságharcról Kaposváron. Az intézmény udvarán több mint 500 fő együtt formált meg egy óriás kokárdát. Egymást váltották a diákok már kora reggel Noszlapi Gáspár szobránál, a róla elnevezett kaposvári iskola udvarán. A fiatalok egy-egy szelvirágot helyeztek el a forradalom és szabadságharc vértanúja tiszteletére. Az arc, kész, kiés, csak azért, hol a cél, hol a fény, hozzád végelé. Ezt követően zenés táncos műsorral elevenítették fel a 156 évvel ezelőtti eseményeket. Az intézmény számára több szempontból is fontosnak március 15-e. Ki fogunk alakítani egy flashmobot, ami egy ilyen nemzeti színű kokárdát fog a végén képezni, és ma egyébként Einsteinnek a születésnapja is van, tehát ma egy ilyen pi napot is tartunk, és minden olyan dolog, ami úgy kezdődik, hogy pi, azt mi meg fogjuk csinálni. Az intézmény idén egy rendhagyó flashmobbal is készült. Több mint 500 diák és tanár dolgozott azon hetekig, hogy az udvar közepén együtt egy kokárdát megformáljanak. Pár éve volt egy országos kezdeményezés, amikor március 15-e alkalmából kokárda flashmobokat tartottak mindenhol az ország szerte, tehát iskolákban, főtereken, stb. Idén a 12. évfolyamos osztályfőnökök kapták meg ezt a feladatot, hogy szervezzék meg március 15-e ünnepséget, és régen volt már ilyen nagyszabású esemény az iskolában, így arra gondoltam, hogy az egész iskolát bevonnánk, így a tanulókat, hogy tehát érezzék azt, hogy milyen, amikor együtt összedolgoznak, és hogy mi mindenre képesek, akkor, hogyha összefognak, és hát érezzék azt, hogy milyen jó közgazdasnak lenni. Ez minden indult az ötlet. A diákok is szívesen vettek részt a közös flashmobban. Én nagyon jó ötletnek tartom, mert szerintem egy jó közösségi program is, viccesek voltak a gyakorlások ezekre a programokra, és hát összességében jó volt. Nagyon sok próbát igényelt, az biztos. Az első próbák nagyon rosszul sikerültek, de így szerintem jól összeszedtük magunkat a végére. Az intézmény célja, hogy ilyen rendhagyó módon hozzák közelebb a fiatalokhoz a magyar történelem legfontosabb eseményeit. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Március 15. Összefogásban az erő. Koszorúzás és zenés műsor. A Kossuth szobornál tartották a rendezvény Dombóváron. Március 15-e. Megemlékeztek a forradalom és szabadságharc hőseiről a Völcsék fővárosában. Különleges témaválasztás. A tolnai diákok a március 16-ai eseményeket mutatták be. Szombaton egy gyenge meleg, majd egy gyenge hidegfront érkezik térségünkbe. Erősen felhős, borongós időben sokfelé kell számítani esőre. Néhol megélénkül az északnyugati szél. Vasárnap élénk, a középső ország részben erős lökésekkel kísért szél fúj. Változó felhőzet melletti napsütéses idő ígérkezik. Hétfőn nagyobb részt erősen felhős idő valószínű, néhol jelentéktelen esővel, záporral. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!